Storm, de mindig van Storm, hogy meghal, és ezt a négy el fogja veszteni, elveszti ezeket a kvéneket is. Jó, most Mine-ok. Mondjuk átmegy az összes. Sziasztok! Üdv mindenkinek ezen a szép csütörtök estén. Szia Sajt, szia Szitás. Már látom, mennek itt a Dragoon meg a Defiler spammelések keményen. Itt lesz velem Nihed is, mindjárt, perceken belül, erre a mai ZVZ festünkre gyakorlatilag. Úgyhogy reméljük fun lesz, fun meccsek lesznek. Nem ezt akartam, hanem egy kis arbiter is legyen a chatben. Kossó, Nihed is itt van, hallom közben. Ja, itt vagyok, sziasztok. Na, és akkor kezdhetjük is szerintem. Ja, jön is a party invite. Hát ugye az eredményeket már kedden kihirdettük a csoportkörökre, meg vannak a továbbjutók. De hát a függetlenül azért megnézzük ezeket a meccseket, illetve ugye végén lesz egy ilyen 10 perces highlight a Defiler Arbiter meccsekről, és ami közben majd dumálunk a gémekről. Ez lehet, hogy csak streamen tudod majd nézni, Nihed, pár szeg delay-jel. De, ja. Na, majd nézünk. Ja, de lényeg a lényeg, hogy az is lesz itt a meccsek után, a négy meccs után. Illetve aki még nem tette, az szavazhat, be is rakom ide a linket. De a milyen neve, szavazat? Ja, azt hiszem az. Ah, kösz. Kösz, hogy beküldted, oké. Okay. Ja, tehát aki még nem tette, az még szavazhat, hamarosan le fogom ezt zárni, de most még tudtok szavazni, lényeg a lényeg. No, és akkor indulunk is, ugye Pradzin Sajt lesz az első meccsünk, Amphionon, úgyhogy bele is csapunk a mai streambe. Hát, nem tudom, zergek mennyire szeretik ezt a mapot igazából. Hát, én sokat hallottam, hogy nem. Na, és bent is vagyunk gameben. És felül kezd Sajt. Még alul Radzin. Sajtnak nem jön be. Hallom, megy a stream. Szerintem azt mondja, hogy a map nem jön be. Ja, nekem nem jön be. Ja, oké, bocsánat. Kicsit azt hittem. A map maga nem tetszik. Oké. Jó, lényeg, hogy Sajt kezd, ő ugye Dragoon Team játékosa. Eddig mind a két player azt mondom, hogy Hatchery first-ozni fog. Mondjuk Pratsun egy kicsit hamar küldte le azt a drónt. Kicsit afkol a drón egy bő 10 szeket, mondanám. Hogyha normál sem küldenél le, amúgy 50-kor is le tudja rakni egy cserét, nem? Vagy 48-kor. Ja, egy kicsit korábban jött nála a hatchery. Ugye két játékosról is beszéljünk. Pradzin ugye az alacsonyabb MMR playerek közé tartozott ebben a tierben, de szerintem mindenkivel egy fun meccset játszott eddig. Úgyhogy szerintem teljesen fair és jól helytált. Ugye Sajt eddig csak szitásra, hogy szoros egész fan meccsen kapott ki. Úgyhogy ja, meglátjuk, hogy ez hogy fog menni. Ő azért a magasabb MMR-űek, tier 4-es playerek közé tartozik.
És ja, egész standardnak tűnnek itt a nyitások egyelőre. Hát ja, nem túljáktól. Kérdés, hogy mire fognak rámenni a játékosok, mert azért így az EVZ így két perctől, hogyha nem volt early pull, utána kezd így triggerelődni mindenkinél. Ja. Hogy mit mondjuk, 2-base roach hoznak el, vagy kimennek 3-base, aztán link bane fight. Ja, egyelőre a Kazintól dupla queenja érkezik, és a lingeket skippeli, míg sajtól dupla queen jön, ugye később, de 6 linget hoz. Speed is később. Viszont az a hatling, hogyha nem lesz valami Pradzinak, de már olyan hatling, akkor az tudott volna károkat okozni. Ami érdekes, hogy a harmadik base még nem jön a két játékostól, meg így egy-egy drónt hoznak. Ja, yeah, az is olyan kicsit visszatérő dolog szerintem, amit beszéltünk, hogy tier 4-ben, de még tier 3-mal is néha kicsit lassabban jönnek a harmadik bézek, ami mondjuk annyiból nem csodálom, hogy elég nehéz azért jól védekezni ZVZ-ben, szerintem. Ugye hogy queenekkel jól kell falazni, elég jól kell tudni scoutolni is, ugye azért nagyon magas pro szinten látom, hogy például Raynor megpróbál befutni caitlinggel, stb. És akkor ja, meg lehet mindig csinálni. De eddig mind a két játékos úgy mondaná, hogy hasonló dolgot csinál, mondjuk Pradzin így blindba lerak egy spinecrawler, tart valamitől, de mind a két játékos a roachra megy, és lassacskán drónoznak fel. Nagyon nem lehet mit mondani, mind a két játékos ugyanazt csinálja, mondjuk most Pradzinnak van speedje és van 8 darab lingje, azzal bemehetne például. Sajtal érkezik egy harmadik base, és ahogy nézem, dupla Evolution Chamber, amiből fal is lesz. Radzintól még nem jön, csak plusz egy gáz, kellene már egy harmadik base. De a harmadik base helyett 6 darab roach jön. Ami nem feltétlen rossz, mert hogyha greedel még amúgy sajt, amúgy simán le is cancelezheti, per megölheti a harmadik base-t. Ja, hogyha átrealizza azokat a roachokat. Így azért ez elég nagy előny, hogyha ennyivel korábban van a harmadik base az egyik játékosnak. Én amúgy egy dupla Evo Pradzintól is most már, szóval ő is inkább makrozni szeretne ebben a game-ben, de lehet, hogy kéne az a harmadik base akkor. Kellene, spike-olgott fel egy 300 minerál, így ki lehetne rakni egy drop base-t. Ja. Sajt itt elviszít egy Overlordot a scoutért, de ugye látta dupla volt, látta a roach warrant vele. És átér 4 roach a Pradzintól, a másik végére. Ami jó, de amúgy Pradzi nem értem, hogy miért nem rakja ki a harmadikat, ugyanis látta, hogy sajtnak ki van a harmadik base. És a roachokat se otthonról realizál. Ez a kis armival nem biztos, hogy le lehet ezt ölni. Ja. Vagy mégis? Hát elég közel van, most kiérnek a roachok itt sajtól. Ja, de így, hogy most már kim van vagy 7 darab roach, így ezt már nem lehet lecancelozni. Ja. Ja, úgyhogy haza is indul Pradzin, akinek ezáltal azért elég nagy hátrány van, tehát worker count-ba vezet, de ugye nincs harmadik. Ja. És sajtnak elég sok lesz itt a roach-a, sajt meg is állt a drone production-nel ebben a game-ben. Mondjuk ez a drone count az egy kicsi szerintem sajtnak. Ja. Még lehetne hozni mondjuk egy 25 darab drónt, így 60-nál megállni, az úgy nagyon jó dolog. Látjuk, hogy... Most érkezik még egy spinecrawler, így már dupla spine-ja lesz, és már a creep-el összeköti a bézeit. Nagyon passzívan játszik sajt. Ja, szerintem végülis... Ugye előnyben van és ezt tudja is, ugye van egy Overlord, ami látja, most el is indul, hogy kint van a harmadik base, és látja, hogy már épül a harmadik base.
De meg is indul most. Meg is indul, Jaj. szerintem le akarja cancelzni. Ja, road speed el is fog készülni, és utána le is fogja szerintem cancelzni, mert Rodzinak nincs unitja sajnos. Ja, ja. Ránézek 20 roadja 7 ellen, és csak 5 épül Rodzinnál, meg drónok jönnek. És az Overlord, nem tudom, hogy látta a rócsokat, szerintem látta, de... Nem, látta szerintem. Ú, és éppen morfa a Ravagereket, szóval még fighting unit sincsen, amire gyorsan rá is megy a sajt, és hát itt lehet, hogy vége lesz. Ja, hát ez így... még azért van néhány... Hát, ja. Volt néhány hát. Unit, de... Hát ez egy gyors game volt így. Úgyhogy sajt megnyerte az első game-et egy... Tényleg egy random move utta, hogy megpróbálja lekenszelezni a harmadik base-ét Pradzinak, és ja, Pradzin elég greedy-n drónozott. Úgyhogy 1-0. Ahogy nézem, itt 3 darab ZVZ lesz egymás után. Uh-huh. Úgyhogy biztos, hogy felakasztod magad utána, de nem probléma. Ha jól Zéna. Tudom, egyébként nem lesznek olyan nagyon hosszú meccsek. Ja, úgyhogy nem kell sokáig szenvedned. Fun game-ek lesznek szerintem, úgyhogy sajt írja közben, hogy nagyon örült, mikor látta a Ravager morfot. Ja, hát ez ilyen jackpot gyakorlatilag, mikor ezt így meglátod, hogy alapból is több unitod van, és még morfolja is épp a Ravagereket az ellenfeled. Hasonló, mint amikor PvP-ben elhasználja a blinkjét az ember, de neked több a stalkered, azt ráblinkel ja. és meghal. Ja. Vagy PvP-ben a szokásos unsiegeltél és rád fut bazd meg Mass Marinnal. Ja. Gosu GSL, míg látom, hogy drónozás megy. Azt megbeszélhetjük, hogy Gosu GSL döntő. Végignézted, igaz? Vagy? Az elődöntőt nem láttam a TVT-t. Azt abból én is akkor meetingen volt, és egy mapot láttam belőle gyakorlatilag. Én is félig néztem a Muffle Bot BO-t. Ja. Kosu Muffle Bot BO. Koreák is tanulnak valamit azért. Ja. Döntő az annyira nem tetszett, hogy őszinte legyek. Nekem. Ja, nem tudom. Ilyen sloppy play volt mindkét játékostól. Ja. Ugye beszéltük is. Nem értettem. De viszont a PvP-t azt így félig néztem, csak hát így annyi 3G-t robó volt, hogy kikapcsoltam, ugyanez megy ladderen. Ja, amúgy az érdekes volt, mert így úgy gondoltam, hogy Hero Style az gyenge lesz Tetszé ellen, és Tetsznek egész sok esélyt adtam, hogy tovább isson, de ugye Hero viszont Microba azért sokkal jobb játékos, mint Tetsz, és az ilyen 3G-t robóknál... Tehát egyszerűen outmicrost azt tetszett gyakorlatilag. Tehát nem nagyon... Na, és egy ilyen mirror buildekben ugye te is tudod nagyon jól, mikor PvP-ket játszol. Mondjuk van egy proxy robó és robóval próbálsz defelni, az a játékos fog nyerni, akinek jobb a micro-ja is. Ez ilyen egyszerű. Úgyhogy Hero természetesen ezt próbálta meg abúzolni. Meg hát ugye alapból szeret agresszív is lenni. Tényleg nem merem meeting alatt nézni az eszét. Be volt kapcsolva amúgy, de az a baj, hogy face-to-face meetingen volt, tehát gyakorlatilag én beszéltem meg egy másik ember, úgyhogy azért kicsit nehéz koncentrálni. Protoss vagyok, nem tudok két dologra koncentrálni egyszerre. Sajnos. Hát de mondjuk Stepsnek nagyobb esélyt adtam volna őszintén szólva a döntőbe. Igen. Ja. Én is. Na de közben jön már egy link move out itt Pradzintól, és jön egy spány sajtól. Látta egy sajt? Gondolom látta Overlord-ot. Ja, az Overlord látta, így van. De Pradzin... Hát ja, itt nem nagyon tud bemenni, szerintem. Már ugye a sajtnak több linkje is van. Sweet kb. Egyszerre fog elkészülni, Pradzinak talán egy-két szekkel korábban. Sajt írja, hogy Katowice alatt bent a cégnél egyik monitoron az Allstream, másikon a B ment. Amúgy én is szoktam valahogy így nézni egyébként, hogy alt meg B-t egyszerre. Telefonon, nem tudom, PC-n is van, a telefonon van ez a... hogy egyszerre nézheted. Mi a neve? Group Watch? Nem tudom. Nem tudom, van amúgy valami, azt hiszem PC streamen is ez a multistream. Ja, ez jó cucc, és akkor váltogatod, amin épp jobb action megy. Harmadik monitor egy szére van.
A harmadikat nem is használom, TB-hez. Amatőrök vagytok, én kim voltam Katolicén, bazd meg, én élőben néztem. Ennyi, ennyi. Ultimate move. Kivéve, amikor elaludtál. Na most nem, nem volt olyan vészes. Na, nem volt vészes, jó, de hát amikor elaludtam, az... Na, az a baj, hogy az EVZ számomra nézhetetlen. Nem érdekelt akkor is, hogy a hanyadik top tier játékos játsza, egyszerűen nézhetetlen. Inkább megyek munkatáborba, basz meg, mint azt nézni. Amúgy, amikor már... Tehát így high level-en van, amikor tudod, vannak nagy fájtok, sok roach fight, meg így szerelnek jár buró roachokat nézni. Ez egész fun tud lenni. A fun meg jól lehet nézni, csak nem tudom, ilyen... Ez ugyanaz, mint amikor így régen az 1GTF Phoenix Wars, az is nézhetetlen őszintén. Ja, az, ja. De most így, ez szerintem egy zerg vagy egy terra játék, hogy se szeret PvP-t nézni, mert főleg a mostani metában, amikor csak stalkerek meg zelotok lövik egymást gyakorlatilag, és semmi más nem történik. Na, közben Pradzi majdnem lekenszelezi azt a hatcherit sajtól, de vissza kell fordulnia. Sajtnál kint vannak a safety roachok, jön a lair, és Pradzinál. Viszont Pradzinál most hamarabb van amúgy. Hamarabb van Master of Days. Ja, így van. Tehát már kint van, és drone count-ban is előnye van. Ja, tehát nagy előnye van, úgyhogy Pradzi jól áll ebben a gameben eléggé. Nagyon jól áll, csak upgrade-ekben van egy kicsit. Ja. Azt mondja Order, hogy a Muta vs roach jó szokott lenni, ha ugyanaz a tech az... Ja. Ja, nem tudom, a mutaplay nekem az egyik legunalmasabb, még hogyha más ellen is van, mert akkor az egyik fél defenzív szokott lenni. És akkor ugye ki kell hozni a Hydra-t, vagy Infestort. A muta az egyszerűen az meg ugyanaz, mint a Phoenix vs Phoenix PvP-ben, az tényleg unalmas nézni. Na, megint jön néhány link Pradzintól. Pradzin egyébként most már hatalmas drón előnyben van. Még rákjól 10 drónt. Már lehet, hogy kicsit sok lesz, mert így, hogy látja, hogy ugye harmadik még sajtnál nincs felszaturálva. És jön a... Na, ne. Na, csak említenünk kellett. Jön a Spire. Ajaj. Pradzin kirakja a negyedik base-t. Az a baj, hogy nem tudja, hogy milyen tech jön. Mondjuk van Hydra, de már jön az upgrade, úgyhogy nem lesz feltétlen rossz, de károkat fog okozni vele a sajt, szerintem az biztos. Ja, szerintem is. Ilyenkor nem árt szerintem, mikor kész van a lerbe küldeni egy overseer-t scoutolni. Pradzinnak még nincsen semmi infója. Ja, egy blindba játszani szerintem sose jó ötlet, főleg kisebb szinten. Úgy sajt írja, hogy általában 7.30-en szokott negyediket rakni, úgyhogy ez gyors volt. A játékosok elég komolyan scoutolják az ellenfeleket, ami amúgy fair szerintem egy ilyen versenyen. Tud, hogy mire készülj. Meg minden versenyen, tehát ez teljesen normális dolog. Teljesen normális, jól csinálják. Ja, kompetitív szellem az, ha van, a sose átmenj. Ja. Na és átjön sajt. De vannak Roger-ek Pradzinnál, egy-egy, úgyhogy egyelő az upgrade. Viszont Pradzinnak már kéne hozni amúgy Hydrát, ha már upgrade-et hozott rá. Ja. Ha most kikjúolna körülbelül az összes lárvából egy Hydrát. Csak átmenne a mapon és megnyerni. Ja, jön amúgy egy Tunneling Close upgrade is. Vagy nem Tunneling Close. De Tunneling Close. Ja, most nem tudom miért... És még van Burrow is amúgy. Így van, úgyhogy itt lehet, hogy valami pontosan az a play lesz, amit mondtam. Hogy amit Serral szokott néha csinálni. Sajt most bepróbálja Pradzin ellen. Hát van overseer, és hogyha oda megy az armiához Pradzinnak, az azért big F lehet. Ja. Pradzin, ahogy nézem, Bailing Nest-et is lerak, meg Lurkerdent is. És lingeket hoz, amit nem feltétlen értek amúgy. Na nézzük, ezt úgy kell jól csinálni szerintem, hogy elküldöd az összes base-hez gyakorlatilag, mint hogyha valami... Ja, lingeket marine drop lenne, vagy... Ja, de azt is csinálja sajta, hogy nézem, ja. Szétszíteli.
van, ide jön egy másik adag, és jön az Ambaró. Na és most össze van zavarodva Pradzin. Közben jön egy Lingram by Pradzintól, amire már muták válaszolnak gyakorlatilag. 15 csak drón. Csak az a kérdés, hogy válaszol-e, de jön 17 darab hidra. Ez amúgy még jó is lehet Pradzinak amúgy, mert hogyha remaxol most Roach hidrával és sok a hidra, akkor azzal viszont meg is tudja ölni talán sajtot. Ja, hatalmas szupli előnye van Pradzinnak. A mutákkel mondjuk nincs semmi, itt rengeteg drónt elveszít Pradzin megint. És... hát most kellnek ki a hidrák, ja. 17 darab hidra van. Most csak át kéne menni a mapon konkrétan Pradzinnak. Ja, így ezzel minden alá menni a mapon, különben ugye vissza tudja venni valamennyire sajt is a unitjait. Pradzin ugye elveszett egy hatcherit is, amit én nem is láttam. Szerintem leszette pár buróróc. Ja. Most jönnek be a muták a mainben is, ahol egyelőre még nincsen spór sem. Ja, ez át kéne menni a Pradzinnak. Nagyon. Át kéne menni. Hogyha itt, de szerintem ezt a main ki kéne ignorálni, csak lerakni pár sport, aztán amivel van, azzal átmenni a mapon. Mi? Hát... Pradzin úgy gondolta, hogy nem megy át a mapon. Itt ennek a meccsnek még nem feltétlen volt vége. Ennek szerint. Nem volt vége, és azért Pradzint nem szeretem, elrabolta tőlem az meg az 1-1-es prediction-emet. Ó, oh, igen. Extra pont, lehet azért volt. Új, itten a hidden match fixingek, bazd meg. Ja. Nem mondom, hogy jól állt, miután elveszett egy hatcherit meg egy csomó drónt, de még majd megáll volt. De az armia megvolt hozzá, hogy átmenjen. Egy 150 supply plusszal szerintem simán lehetett volna még egyet adni neki. Ja. Sőt, érdemes szerintem úgy kilépni, hogy nem fightoltál előtte. Érdekes. Na, de akkor be is nyomom majd az eredményt, update-elem később. Lényeg 2-0 a Dragon csapatnak. Bali és Midrikali meccsére átmegyünk. Tehát Bali a Dragon csapat játékosa. Még Balalul, Midrikali a... Vultúr játékosa. All right, bring it on! Na, erre viszont kíváncsi vagyok olyan szempontból, hogy a HPSB-ben játszottak egymással, azt hiszem Euro 8-ban, a playoffban, és 3-2-re nyert Bali. Onnan is emlékszem a meccsre, hogy először véletlen Best of 3-at játszottak. és így mondom, bocs srácok, még tolni kéne pár mapot. És 3-2-re nyert így van Bali, úgyhogy ez nagyon szoros meccs volt. És arra emlékszem, hogy Midrikali nagyon agresszív volt, gyakorlatilag minden meccsen jöttek ezek a 13-12-ek, stb. De most viszont on the contrary, Bali kezd pull first-el, és Midrikali expel. Nem, mondjuk ahogy megnéztem, hogy Bali amúgy tolja ezt a ilyen 16-17 pult és aztán expel. Inkább save-be tolja, legyen poolja, ha valami drone pool lenne. Ja. Yeah. De olyan aztán jön is a hatchery. Amúgy ilyen kíváncsi lennék, hogy melyik a legoptimálisabb zergstrat, amivel így mindent meg tudsz fogni. De ja, gondolom mindenhol van egy olyan, tehát van egy kis... tehát vagy a poolot késik, vagy a hatcherit késik, tehát mindenben van, minden jóban van valami rossz, meg minden rosszban van valami jó. Szerintem hatch first-tel lehet optimálisan mindent fogni, ha jó az embernek a mechanikája. Mm. Nem jába tolja a szerál mindig, de hát ki tudja. Ja. Yeah. Megnézzük, Balitól jön két, csak két darab ling, úgyhogy ja, végülis úgy tűnik, hogy csak arra hozta, amit te is mondtál, hogy csak safe akart lenni vele, tehát nem akart agresszívan játszani vele feltétlen. És jön a speed, egy gyorsabb speedje is lesz, mint Midrikalinak. Hát Midrikalinak standard dolga jön, drónozik. Oh, és ki harmadik, akarja rakni?
harmadikat ki szeretné rakni. Ezt látta Bali, az a kérdés, hogy figyelte. És mennek így a lingek körbe-körbe a Natún. Scoutolnak, gondolom ki fognak menni. Nem a mainbe mennek, ráadásul. Hát fel fogják itt scoutolni, még mindig szedi ugye Midri Kali a gázt, jön a speed. Nagyon sok minden nem történik, de hopp! Érkezik 6 darab ling és egy Baneling nest. Úgyhogy... Hamarosan a pokol kapott. Rákattint, igen, látom, hogy rákattint, úgyhogy nagyon jól tudja, hogy Baneling nest jön. Kellene jönni egy falnak, vagy egy Warrennek, vagy esetleg egy Counter Baneling nestnek. De nem, úgy látszik Bali... Bali kiignorálja. Mert még nem jön semmi Balitól. De jön a Warren, úgy látszik, ő fallal szeretné védeni. Uh-huh, igen. Ja, jön a Roach Warren, meg az Evo Chamber. És viszont Balitól jött egy Overlord Speed, amit nem feltétlen értek, hogy abban miért fektetett bele nyersanyagot. Ezt én sem. De jó ZVZ-ben, ha van Overlord Speed, de az ilyen már ilyen midgame-től így Roach fight-oknál. Azt tettem észre. Ilyen early-be szerintem nem éri meg annyira. Ja, nem tudom, meg így volt egy jó scoutja, tehát a Baneling nest is látta. És most, ja, most megint bemegy. Mégis, ja, midgame-től szerintem is a rossz, ahogy mondod. Főleg mikor a bylock ellen, például. De... Ja, de most viszont Midri Kali nagyon lingezik. És érkezik 8 darab Baneling, amit látom, úgy Bali. Lát, full visionbe morfolja őket Midri Kali. Igen, látom. Szóval itt lehet, kéne egy falat csinálni, de Bali drónozik még mindig. Ajaj. Lingek kellenek. Hát, nagyon gyorsan, vagy rócsok, vagy akármi. Akár. Jön néhány transfuse. Szerintem itt Bali egy kicsit el... Elgridelt egy kicsit Bali. Mert itt nem vett unitot. Hát az... F. Erre azt szokták mondani, hogy F, mert ez innentől foghatatlan gyakorlatilag. Most jön néhány rócs. Hát még talán, hogyha azok kijönnek. Hát de már... Hát ennek nem adok sok... Sok esélyt őszintén, főleg mainbe is vannak lingek. Ja, és a Warren is meghal mindjárt. Ha Warren leesik, akkor vége. Kijöttek még Banelingek. Hát ez elég szomorú volt így Balinak. Mert ez szerintem nem lett volna rossz setupja, csak így nem tudom, drónozott, amikor látta, hogy morfolja a Banelingeket Midri Kali. Ja, hát ez GG. Hát ezt összefoglalnám, egy darab sound defektel ezt a meccset. Hát ja, ez F. Ez giga F. Ez aztán tényleg gyors meccs volt. Oké, hogy van egy falad, de kell, tehát nem tudsz azért az örökké... Unit, Spinecrawler, vagy egy full falat csinálni, és akkor... Nem tudom, nem éreztem túl... Itt valami elmehetett, lehet... Nem nézte pont a Baneling morfot, bármi történetet. Ja. Azt láttam, hogy a Baneling nestre rákattintott, tehát tudnia kellett, hogy jönni fognak Banelingek, de... Hát, ja, lehet, nem látta. Csak ugye Overlord Visionbe, pont a Visionbe morfolt 8 darab Banelinget, és látta a lingeket is. Hát lehet félszemmel nézten. Az a baj, nem tudna a játékosok, mondhatják el, hogy mi történt. Jó, és jön a 13-12 most Midri Kalitól. Na jó. Ja. Hát akkor... Mi volt a HPST-en a leggyorsabb game? Na, erről nincs statisztikánk egyelőre, de... Szerintem a leggyorsabb game az nem pont amúgy PSA belé lehetett azzal a proxyzelőt. Vagy a proxyzelőttal, vagy a drone pool, nem a drone poolossal, nem, mert ott phonebox, menyez van, és phonebox között az 4 percig elment, amit máig nem értek, hogy sikerült, de az a drone poolos, az vagy 3 percnél több tovább volt ment. Volt egy Mousy Bali, amikor Mousy 13-12 vezet, lehet egyébként azért hozza Midri Kali. De viszont ő is szokta ezt játszani egyébként, úgyhogy... Ja, én úgy emlékszem, hogy így a Midri Kali nagyon szereti ezt a 13-12-et. Ja. Ilyen 13-12 enjoyer, úgyhogy... De Bali ugye megint egész safe-en pull first-zik, és most jön a hatchery. Szerintem kb. Ez az egyik legjobb talán fognám. Így... Hát, talán ezzel így, mert hogyha...
észreveszi Bali, úgy akkor lehet, hogy lerak instant mondjuk egy Bailing Nested delay-elt speeddel. Úgy mondanám, lehet az lenne rá a counter. Ja, és látja is. És ugye látja Bali, hogy ugye jönnek a lingek, csak mi lesz? Jön-e a link speed? Vagy nem jön link speed, vagy Bailing Nest jön? Jó, és Bailing Nest ugye már jön. Midrikalitól, na nézzük Bali, hogy fog. Már kész van neki, hát Balinak két lingje kijött, amin egyiknek már sikerült megsebezni. Hát ez nem túl jó amúgy Balinak, ezt nem értem. Elveszít Bali három linget elég gyorsan. És szerintem nem fogja tudni megtartani ezt a matut. Nem hiszem, mondjuk viszont a Queen-nel nagyon jó. Ja. Lehet, hogy a Queen miatt, ja, és most ezt a Bailing Cocoon-t is le fogja cancel-öztetni. Cancel-özte, nem, azt szerintem ki cancel-özte éppen Midrikali. És itt most rámegy mindennel, érkezik még két darab Bailing, ami megállt. Most hova megy a Bailing? Megöli a Queen-t, Midrikalinak csak védenie kéne a Bailingeket, és amúgy nincs unitja Balinak, fel kéne menni ide a mainre. Hát hagyni kéne ezt a picsába őszintén. Ja, itt nem az a lényeg, hogy leszed ezt a hatchet, hanem felmenj a mainre és megöld. Bali lejön még néhány linggel. És Bali ezeket is elveszik. Most egy Queen is kijött, amit bevisz szépen a safe spotra. Mondjuk késleltetve, de bevitt. Még jönnek lingek. Megkérdőjelezhető mind a két playernek a decisionje, őszintén szólva. Na és most mi fog történni? Most Midrikali elkezdett drónozni. Wow. Midrikali elkezdett hatcherit venni. A Bali átmegy a map közepén. Pedig látja, hogy a visionben vannak a lingek, illetve a bélingek. Mondjuk lesz egy spine-ja. Hát az nem biztos, hogy elég lesz erre az egészre, és most bemegy Midrikalihoz. Mondjuk drónokkal még meg lehet fogni, de nem figyel rá Midrikali. És viszont így az a baj, hogy van 11 lingje, és haza kell menni a Midrikalinak. Hát ez... nagyon wow. Későn vette észre Midrikali. Hogy hát ez GG. Ja, ez GG. Okay. Ez a counter, ez elég jól működött, úgy tűnik. Na, lehet, hogy... Midrika ő gondolta, ezt még lehet megfogom. Nem. Hát akkor folytatódik a... ez a set, ez eléggé kérdőjeles volt most mind a két részről. Jól tolták a srácok, csak így game 1-et mondjuk nem kellett volna így eldobni a Balinak, game 2-t meg Midrikalinak. Yeah. Jó, az Loco Viewer tornamentet sikerült 17 perces gémet kipréselni, ami Master Terrambo, gratulál hozzá. Bármilyen takkal is. Szóval 3-1 a Dragoon csapatnak, még mindig nem update-eltem az eredményt, úgyhogy ezután a set után már tényleg megteszem. És akkor az utolsó ZVZ-nk, ez nagyon gyorsan el is értünk, hogy őszinte legyek. És itt nem más lesz, mint Cerkov és Tutyi. Ez már egy fokkal lehet álljabb, quality lesz, aztán turns out ugyanaz a majomkodás lesz, mint az összes ZVZ-ben. ZVZ in a nutshell, hát, ja. PvP-hez hasonlít. Mondjuk itt ez dinasztin van, itt azért lehet azért hatalmas A-playeket tolni, mert ugye a mapról eltekintve, ugye közel van mind a két playernek, konkrétan Natura is lerakhat egy gold base-t, amit ugye nem lehet például, hogy ez nem úgy, hogy a Natud, hanem ez egy in-base gold base, ugye ezt nem lehet úgy harraszolni pöle lingekkel, és ahogy nézem, tudja, az oda is rakja a másikat, és Cerkov is, úgyhogy el lett találva az épkedés. Tutyinak már jön, Cerkovnak egy kicsit késik, pár szekkel. Hát itt mondjuk Lingbane-t azt el tudok képzelni, mert ugye Richmirál miatt annyi pénze van az embernek, hogy sose fogy el. Aztán ki tudja. Hát ja, meglátjuk. Mi ez az ájos zerg?
Ja, Portré. portréja, mindenki elkezd van mostanában. Néztem. Ja, ez a Overmind portré. Ja, de ez már így régóta benn van, most valaki... Ja, régóta benn van ez mindenki az... ezt rakja be, azt vágom, hogy Overmind, de... Ja. És nagyon sokat nem, lehet. Nem tudom. Lehet, berakta Serral egy streamen, aztán most mindenki channelelni az Inner Serral. Lehet, így van. Ezt teszi Serral Serral. Na, ja, ez egész békés game-nek tűnik eddig, de aztán tényleg az évézi az egy pillanat alatt meg tud fordulni. Mondjuk békés game, de azért így kiteszik a goldot, ez még változhat egy 2 percen belül. Ahogy nézem, Cerkov az inkább letranszfer, ahogy nézem, Tuty is letranszferelt az összes drónt, ami létezett, viszont Cerkov 2-t kihagyott, úgyhogy nekem még kell drónozni a 2-t, úgyhogy én azt mondanám jelenleg, hogy Tuty áll jobban inkább, neki kéne, nem? Ja, fú, elég sokkal. Ja, az a 2 drón az lehet, hogy sokat hozzátett. Jó, most már csak 1 drón. Na, most már kezd normalizálódni. Na jó, ennyit számít. Ja, a nézőknek is mutattam, hogy mi volt az inkább. Hát, ja, sokat számít. Hát Tutyitól most érkezik egy 3. béz, és most Cerkovtól is. És van 4 linge Tutyinak, ami megy át a mapon nézelődni. Itt lesz egy queen. Ott lesz egy queen, amit nem tudok, hogy miért húzott le, úgyhogy a mainje még nincsebb. Mainje még nincsen queen, mondjuk ez így lehet, hogy jó, hogy mondjam, ez jó mindgame lehet amúgy Tutyinak, mert ugye látott egy queen-t lent, azt hiszem úgy, hogy még ugye nem queen into lérezett, hanem még dupla queen volt. Ez lehet, hogy jó lesz amúgy így Cerkovnak. Egész elképesztően gyors az a leer Cerkovtól, nem tudom, hogy mi lesz itt a terve. Hát itt Warren, még Tutyitól Bailing Nest érkezik, úgyhogy... Hát itt lehet meghal, vagy Cerkov, vagy overwhelmelni fogja Tutyi. Jön is rengeteg link Tutyitól, ezt a 3. base-t már akarja ölni, és ugye... Cerkov skippelte még a link speedet is, tehát ebben így nem tudom, hogy nem fogsz annyit. Hát ez hatalmas nagy probléma lesz. Hopp, és meg is érkezik Tutyi, úgyhogy hát ez a base meg fog halni, érkezik még 2 bailing is. Cerkovtól érkezik még 10 darab link, de mind slow link lesz, ami nem feltétlen túl jó. Speedling ellen, és ezt Tutyi látja is amúgy, hogy hogy nincsen speedje Cerkovnak. Bemegy most. Hát a bailingekkel lehetne elég nagy károkat okozni, ott volt egy bailing felrobbanás. Lehetne Jugger is így. Megy be egy drop bailing. Lesebezte az a legtöbb drónt. Hogy csak ki kéne focus fire-ölnie Tutyinak, de nem tudja hova menjen az összes link. Hát amúgy eddig csak 2 drón esett el Cerkovtól, ami nem rossz, 4. Hát én jó volt, azt hittem vége a game-nek is, hogy őszinte. Én is azt hittem, hogy vége lesz a game-nek, de így, hogy csak bukik pár darab queen-t, meg mondjuk még 2 drón talán, 6 darab drón, meg egy hatchery, nem is rossz, csak ugye még mindig hátrányban van így most Cerkov, mert ugye Tutyinak len van a 3-a, ő drónozik is, rakja is most Tutyi a 3-at, vagyis a Warrant, illetve az Evolution Chamber-t. Jön a transition. És Cerkov meg visszarakja a 3-at. Amúgy ilyenkor szerintem nem rossz egy valamilyen szintű counter, csak így, hogy link speedje sincs Cerkovnak, így nem tud counter. Ja, így nem lehet nagyon. Ja. Csak annyit tud csinálni, hogy visszarakja a 3-at, és hátrányból játszik, elég nagy hátrányból. Hát, ezt még vissza lehet hozni valahogyan, hogyha mondjuk most lerakna még egy Evolution Chambert, vagy menne valami gyors lurkerre, ja. Meg lehetne lepni az embert ilyen idézős Hydra Transition-nel szerintem, mert hogyha a Roachid rád van, az lehet jobb, mint a Roach Roger. Ja. De Tutyitól már 10-esével jönnek a Roachok, már Roach Speed, plusz 1 is elkezdődött. Már 4. base is jön Tutyitól. Azért 43 drónon kitenni azért elég nagy faszúnak kell lenni ahhoz. Hát igen. Azért, hogyha érzik, tudja, hogy grédelhető, ő grédel is.
Ja, Tutitól érkezik még egy Spire is. Ó, oh, oké. Okay. Csak említeni kellett azt a bizonyos dolgot. Már ja, szállítsuk, hogy jön minden meccsbe majdnem. Jó, az előző szetben nem volt. De hát a 8 percet, gyakorlatilag gyorsabban vége lett a setnek, mint ahogy bármikor a LR elkészülhet egy-egy gameben. Hát az a két meccs körülbelül addig ennyi, mint ez a meccs eddig. Ja, ja, ja. És most Cerka fátjon pár rócsa, de hát ez... Hát nem tud mit csinálni. Jába van upgrade előny egyszerűen. Mondjuk amúgy nincsen lemaradva annyira rócsban, mert most nézem a unit stabet, ha benyomod. 20-21-hez, ami... Én azt gondoltam, hogy van valami 8 vagy 10 darab roach a Cerkovnak. De egész egálom, hogy a roach count, és most már a... Jó jött, mi történt? Az inkább az hatalmas előny volt Tutyinál. Ide jött 3 roach a goldhoz szépen deny-olni a miningot. Ja. És egész nagy az armia is már Tutyinak, és ugye Spire-je is van, tehát mutára is mehet bármikor. Viszont Cerkov elkezdte hamarabb a plusz 2-t, illetve Tutyi kimájnolta hátul a goldot, de odarakott már 2 spine-t nagyon figyelmesen. Úgyhogy ezt lehet ki lehet majd használni. Érkezik megint egy 3 roach rambáj. Hú, ez szép, ezt nagyon szépen csinálja Tutyi. A Tutyi rengeteget fejlődött ő, és amúgy viszonylag. Amúgy amikor kimájnolod, még 4 van az egyik patchen, akkor utána már azért elég jól lehet defelni is, de most Cerkovnak teljesen körbe kell küldeni ott néhány rócsot, és ezzel azért leszedi ezeket. Na hát de nem tartja vissza szerintem sokra, igen, most így Tutyi akkor ezért cserébe elküld 7 darab rócsot a 3 helyet. Így van, és ezt is teszi, már el is indulnak. 7 oldalt megy a fight, viszont ahogy nézem, úram, atyám, Cerkovnak 41 rócsa van. Ja, és hát, úgy is érzi rá, mert Tutyira, szerintem jól is érzi itt. Szerintem itt, ha átmegy a mapon, ezt megnyeri. Mennyi 48 darab, konkrétan kétszeres roach count-ja van Cerkovnak. Uff, tényleg, Jézusom. És jön még 11 roach Tutyitól, hát ez nem lesz egyszerű megfogni, nagyon jó bájlok kellenek szerintem. Hát, jól csinálja Cerkov, ja, lehet ja. Roach van rend. Ja. Na most viszont rá kéne menni szerintem, itt nincs visszamenet, mert már a roachok a main base-ben vannak. Ráfut, nagyon jól. Viszont a hatalmas a konkávja a Tutyinak. És Tutyi elkezdte szedni a saját roachait véletlen. Jön a drone pool. Hát ennek itt lehet, hogy vége. Hát ennek itt lehet, hogy vége lesz. Jön 10 muta viszont. Azzal még megfoghatja. Hát megfoghatja, de hát a twat cost. Tutyi elvesz itt 21 drónt, és közben Tutyi is ugye a map másik végén, majd Cerkov is elvesztett rengeteg drónt. Rengeteg drónt veszít el, de azt otthon meg fogja fogni, viszont Cerkov rosszul fókuszálja a hatcherit, most jött rá, kijönnek a lingek is, és fel fogja mészárolni Tutyi. Nem figyel Cerkov, nem szedi a hatcherit. Le kéne szedni itt a lért, a spy, mindent leszedhetne konkrétan. Ja, ja. Itt mindent megölhetett volna. Éppen áttransferálja az összes drónt a negyedikére, Tutyi. Ezt a kevés 19-et. Viszont már 12 darab, 16 darab mutája van Tutyinak. Érkezik Cerkov a negyedik bézére Tutyinak. Fú, te jó Isten, ilyen káosz van. Még 7 drón, úgyhogy most már Tutyinak csak 22 van. De Cerkovnak csak 26. Hát itt őszintén szólva itt nem gondoltam volna, hogy itt még játékban lesz Tutyi amúgy. És megmenti 29 HP-vel a gold hatchet is, és megmentette 130 HP-vel a Natut, 500 HP-vel a negyediket, ezt nem hiszem el. Hát... Ez elég szomorú őszintén Cerkovnak, ha leszedte volna azt a 3 hatcherit, egészen biztosan lennék benne, hogy ezt winning positionben lenne. Most viszont a muták miatt nem mondanám, hogy annyira előnyben van. Főleg, hogy egy roach a 13 ellen, illetve 16 roach ellen. Ja, a roachokat is az összeset elvesztette Cerkov gyakorlatilag, és ugye neki sincsen drónja. De legalábbis túl sok drónja.
Úgyhogy Tucci szépen vissza is drónozza magát már ott a Natuján is, a main base-én is. Hát most így rádrónozik egy 30-at, és akkor így nagyon jól is áll. Úgyhogy most szépen elkezdi szedni az overlordokat, most már vissza is kell hozni. Mi történt? Order írja, hogy Tucci, azt mondtad, hogy sima volt, ez neked sima? Hát azért simának nem mondanám ezt a gémet. Hát én is nem mondanám simának. Nagyon nem, azért itt rezgett a léte. Azt hittem, hogy vége, mikor én is azt az Erkovba ment. Hát ez minden volt, csak sima nem őszintén. De a muta szerintem az nagyon jó call volt, mivel az volt az egyetlen, ami még megmentette Tutyit ebben a gémben, hogy a simán rócsokat vesz, miután visszarakta, akkor vége. Ja. De most azért, ja, most már drone count-ba is vezett Tutyi, és ja, visszadrónozta a negyedik base-t, folyamatosan drónozik, és most már az elég sok rócs is van. Érkezik Hydra, illetve Infestation Pit Cerkovtól, illetve a plusz 2-es armor. Hát nem rossz, csak az a baj, hogy Tutyi már 20 drónnal vezet. Itt ha normálisan felszaturálja amúgy a dolgokat, átszűcsel a Lingbane-re, itt hatalmas dolgok keletkezhetnek. Valami most szörnyet hat Cerkov bézénél, nem tudom milyen épület, lehet egy Evolution Chamber. Ja, nem figyeltem. De hát ez vagy ezt a mutakámutat nem lehet nagyon megfogni. Ja, ez Infestor kell már, meg nagyon sok Hydra. Mondjuk ami jön is mindegyik Cerkovtól, szép. Hát le fog esni ez a hatchery. Ja, az halott, szépen leszett a Tutyi. Ja, és innen most már azért az inkább az nagyon-nagyon komoly hátrányban van Cerkov. Itt gondolom még annyi lesz, hogy lesz egy move útja Cerkovnak az Infestorral, illetve a Roach Hydrával, de hát nem tudom, hogy mennyire lesz a sikeres TBH. Meglátjuk, amúgy mindegy. Majd végén kérdezem inkább. Ja, jó, oké. Na, kint vannak Infestorok is. Hát van, mondjuk nem rossz az armia amúgy Cerkovnak őszintén. Ja, de így expelni soha az életben nem fog tudni szerintem. Ja, hát azt majd következő gamebe körülbelül. Hú, ott egy szép fungál. El tud menekülni. Talán amúgy, hogyha Lur most őszintén szól, szerintem a Lurker átszítsen és mondjuk kihozna így három darabot, talán azzal többet érne. De úgy látszik, ő nem szeretné megvárni ezt a gondolatomat, úgyhogy inkább Cerkov átmegy a mapon. Már mint többet érne, mint az Infestorral, vagy... Nem, hanem hogy mondjuk többet érne így az armia így egy kicsivel, hogyha ja, mondjuk... Ja, megpróbálni. Pár ilyen... Ez a... Csak-csak talán. De viszont hatalmas amúgy a supply-ja Tutyinak, és egy óriási armi is van. Roach Roger érkezik. Felülről érkezni fog még a muta is. Ami dodge-olni szeretne a fungálokat. Egy fungált bekapott. Jó, és a muták meg is halnak. A muták meghalnak, de hát ez óriás ez a Roach Roger arm, és kilépett. Ja, ja ugye elfogytak a roachok a Cerkovnál. Na ja, azért ezt nagyon nem mondám simának, azért egész close game volt. Hát ez minden volt, csak sima, nem? És ugye Side Delta lesz a következő mapunk, ezt pikkelte Cerkov. Ezt nem tudom, a zergek mennyire szokták szeretni általában ismételten ez a... Ugye mindaz, amit Amphionról is beszéltünk sajt Pradzin meccs közben. De nem tudom, mennyire jó. Hát, Side Delta az egy kicsivel standardebb map, mint Amphion. Ja, az tényleg, így van. Standard, meg hát az EVZ-be azért annyira nem számít szerintem a map. Mármint olyan szempontból, hogy ez standard, meg hogy itt van egy rámpa például. Nem tudom, mennyire számít az. Mint csak hogy most így az a gondolatmenetem, hogy például PvP-be. Ugye 1-2 defel map például az EVZ-be, nem tudom, hogy mennyire könnyebb defelni. Egy-egy build order-t a rámpával. Ahogy nézem, Tutyi így rak egy 16 pult. Így van. Fél lehet erre rettek valami 13 pultól.
Nem, de Cerkov tolja a Hatch First-öt. Van. Cerkov egyébként mondta nekem, hogy, hogy most próbál gyakorolni mostanában kicsit többet. Jól is játszott az előző game-ben szerintem. Nem tolta szerintem rosszul. Ja, az volt a baj szerintem, ja, amit te is mondtál, hogy le kellett volna szedni a Hatchery-ket gyakorlatilag, vagy a Spire-t. És itt a rápán eléggé megragadt az armia. De egész jól jár, ő is egy kicsit felzárkózott így a végére. Lehet, hogy így, amikor már így a csapatokon látszódik, hogy egy hajszállal azt el, hogy benn vagy, vagy kiesel, lehet egy kicsit így megerőltetik magukat. Ja, így van. Mint a Firebat csapat is. Hát a Firebat az megerőltette magát. De mindegy, az a set az már elmúlt. Ahogy nézem, Tutyi 6 darab linket átküld, amit Cerkov lát amúgy, full visionbe van. Hogy el fog készülni a poolja, akkor lehetne hozni mondjuk így egy 4 linget. Meg egy queennel meg lehetne fogni. De nem, Cerkov ő azt mondja, hogy ő leszarja. Szerintem pont nem néztem amúgy a minimapet, benne van amúgy ez. Sajnos, mert így, na, ez így például rossz lesz, mert hogyha ahelyett a két drón helyett mondjuk Ling jött volna, nem kellett volna semmilyen kárt okoznia. És ahogy hát, okay. Amit mondtam, sajnos, ugye nem figyelt pont. Ajja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 j
megfordul, hogy valamit nem látsz meg. Ilyen ez a játék. Hát ez így, na ez így viszont 6 óriási hátrányban van így Cerkov. Hát ja, elég nagy hátrányban, azért ez jó pár dróg. És Cerkov, hogy nézem, lepullolta a drónokat a gázról, de nem visszaküldi. Hát de most hiába óriási előny, most még azért nem szabad feladni, még bármi történhet, bármelyik játékos hibázhat. Viszont tutyi kirakja hamarabb a harmadik base-t, és Cerkov Vision-be elküld 9 darab linget, és drónozik. És megint Bailing-es. Megint Bailing-es érkezik tutyitól. Nem tudom, hogy most nem regisztrálja, de jön 10 darab link, amivel valószínűleg meg fogja fogni ezt az armit, ami Cerkovnak van, viszont Cerkovnak a link speedje hamarabb elkészült. Úgyhogy most várni kell egy kicsit tutyinak, még összerakja az armiát és elkészül a speed. Elkészült a speed, viszont egyre több linkje van Cerkovnak, és Cerkov mikrozni próbálja linkeket, hogy leszedje a hatcherit. Sikerül-e neki, az a kérdés. Hát ez egy nem. F. Hát ez F, ja. Hát nekem is az lett volna a reakcióm rá tévén. Ja, ez nem volt túl szerencsés. Nem. Hú, és Cerkovnak pont nem lesznek kész a linkjei, nem jön, nem ér le pont a link, és körbe kerítette az összes link Cerkov Quinnyét. És ennek a játéknak szerintem hamarosan vége. Azért kigégézzük Cerkov. Nem volt egy rossz meccs, csak hát sajnos nem figyelt Cerkov, meg az a hatchery túlélte. Yeah. Ha lekenszel az a hatcheryt és odaér amúgy lentre a Quinn, szerintem teljesen még tűrhetően tolhatta volna tovább. Így van. És ez ugye 3-3 meccs, de most be is írom gyorsan az eredményt, mielőtt nekünk Zorder most ennek. Úgyhogy egy pillanat türelmet kérek. GG, ez egész fun set volt, megint csak. És hol vagyunk? Itt vagyunk. Tehát 3. 3 a meccs állása. Akkor gyorsan az első 3 set eredményét is beírjuk. Úgyhogy elvileg update-eltem is. Így van. Na, és akkor, mert az Order vs. Mostem meccs. Ők játszottak előző HP szezonban is, igen. Order nyert meg. Így van, 2-1-re ugye. Például Side Deltán a nagyon emlékezetes plusz 2-es lib, amit már ugye ezért szerintem többször is szóba hoztunk itt a versenyek. Verseny hát, alatt.
Az nekem személyesen tetszett, az Ja. kurva jó volt, szerintem. Ja. Ja, így Order, ugye azt már ugye tudjuk, hogy a Vultúr csapat kiesett, de azt eléggé sajnálom, hogy itt néhány player nem tudott az élő játékos stage-ig eljutni, mert Order például, meg szerintem Tutyi is most így az előző szetre visszagondolva gyorsan, elég jól játszanak, amikor élőbe kell játszani, de így főleg Order, azt kell mondjam, hogy szerintem nagyon jól játszik, és feltüzeli magát, amikor lehetősége van élőben játszani, és abban a setben nagyon-nagyon jól játszott, az előző HP-esben az egyik legfanabb set volt, egyértelműen szerintem. Egyetértek. No. Mosten kezd bal felül, Dragun csapatból. Order, meg jobb alul a Vultúr csapatból, és ahogy nézem, Order küldi ki az SCV-t engineeringbe blokkolni. Na oké. Okay. Ezt tudom, hogy Order szereti csinálni. eBay blokk. Hát Mosten nem tanult belőlem, hogy ezt dupla gate-tel kell blindba tolni, aztán Order kiég. Ez nagyon szép, Ordernek 1-0-5-re fog odaérni, 1-0-4-re pontosabban. Az, és rakjuk már. De viszont Master leküldte szépen egy percre, leküldte a próbot, ugye, hogy ne legyen fullba elkészülve, és lepull a 4 próbot, az nem egy kicsit overkill amúgy őszintén? Hát, ja, 4-jel kéne ütni, nem 5-tel. Például láttam Harsemet 5-tel ütni, úgyhogy pro kisütik ennyivel. És ott marad még az SCV, úgyhogy ez érdekes. De ilyen szenárióban szerintem amúgy ez a Terra-nak éri meg amúgy. Ja, mert ez azért elég sok mining time loss megint, hogyha az income-ot nézzük, nagyon sok kiesés. Nagyon sok, de amúgy most így őszintén visszamennék Order helyébe, aztán bazd meg magad, még egy EB-blok. Amúgy így van, mivel ugye le kell rakni a kort, szerintem megéri visszamenni, és pont későn megy vissza, de szerintem ez már inkább bunkerrás sor. Ja, bunker. De szépen ott tartja Mosten, úgyhogy hát ez nem lesz sok életű ez az SCV, ki is cancelzari a bunkert is megy. Ja, és Mosten időközben scoutolj fel az egész mapot tartalom proxitól. Hát ja. Order reaktor firstözik, ja nem bocsánat, Reaper int reaktorozik, ami egy kicsit greedy szerintem. Mert hogyha most visszamenne a próba, ami vissza is fog menni, az tudja így szabotálni az SCV-t. Így van. Meg nem lesz unit időben, hogy lerakja a bunkert, amiben lenne mondjuk unit. Mert igen, annál az a próba szabotálja is, szóval vissza kell húzni, vagy le kell húzni onnan egy SCV-t. Ja, le kell húzni egy SCV-t, megy is Ordertől. És valószínűleg még egyet is, különben. Ja, és be is megy a mainbe Mosten, úgyhogy full scoutot is kap. Ja. Ami nem feltétlen jó, és beragad az a prób, és rámegy rádájból. És megölte. Megölte. Talibánok bementek. Egy élet az életért, így van. Ez igazi talibán motto. Úgyhogy... True. Ez nem a Nihedorékű volt. Ja. Jó, és ahogy nézem, Mosten főnixezik. Oh, wow. Elég érdekes őszintén. Ugye azért eléggé Mostent úgy ismerjük, hogy két gate blink és robó player. És néha láttam főnixezni, de ritkán, hogy őszinte legyek. Ritkán. Mondjuk most ebben a patchben amúgy a Phoenix Open az nagyon erős, én azt mondanám. Ja, azt ugye mondtad többször is, hogy az ugye mivel a Cyclone gyengébb ellenek, jó. Így a Cyclone old change-ek így gyengék, aztán így. Vagy nem pullolsz rá tényleg, vagy hogyha én úgy mondanám úgy, hogy itt nem a Terran múlik már, hanem hogy a Protoss hibázik, ugye láthatunk GSL-en is. Ja. Akkor lehet itt csodákat tenni. Ja, de ahhoz hiba kell, így van. Igen, és ott szabad szerintem arra alapozni, na, hogy majd az ellenfelem elbassza, mert akkor már ki is kaptál abban a meccsben szerintem. Nagyon szép amúgy a scout Mostentől, a Phoenix-el többször is visszajön, megnézi, hogy milyen ki a Factory-ból, és látja, hogy Cyclone. Látja Cyclone-t, és látta a második Factory-t is, amiből jön a Cyclone Speed. Jönnek a Phoenix-ek. Na, mondjuk ez kicsit jóló volt oda bemenni. Musti! Ja, de látja a Cyclone upgrade-et is. Lát mindent. Itt robóból immó. Mit hoz? Jó, jön az immó. De mondjuk őszintén ez nem feltétlen rossz amúgy így
ordernak, mert ugye ezzel forszolja az immót, még mindig nincsen harmadik base. Plusz kettő pile is, mert ugye supply blockba rakta magát Mosten. Itt, hogyha ülne a seggén amúgy order, azzal igazából az lenne a best play, és lerakni egy harmadik CC-t. Ebből átmenni meg best, szerintem itt nem kéne kimenni. Csak itt felscoutolni, hogy oké, okay, nincs harmadik base, és visszavonulni. Mert ide bemenni, erre a naturálra ilyen Helldiver Suicide Squad feeling. Ja. De is megy, most látja az armit, látja, hogy nincs harmadik base. Itt nem kéne nagyon itt paszt méregetni szerintem, már így csúnyán. Ja, nem. Nem. Kéne rakni egy harmadikat, és úgy látszik order nem jön, unitozni szeretne. Mosten amúgy szépen szedje az SCV-ket, egy scan is kiment, már 7 SCV-t megölt, kéne hozni egy darab engineering bait, és hoz order egy Ravent Matrix-el, mondjuk Phoenix ellen, hát nem fog hosszú élni az a Raven őszintén. Hát nem. Előző... Szerintem valami Oli nem van amúgy ezzel, nem? Hát igen, mert még nincsen harmadik CC, de nem értem, hogy miért. Szerintem a, amilyen a helyzetet kigenerált, szóval így nagyon nagy volt a második base kiesés, sok volt a mining kiesés, forszolt unitot ugye a standből, és ugye eléggé unorthodox kompon van, szóval Mac-en van, ami nem a standard. Na, az a Raven, igen, valami hasonlóra számítottam. Na, szóval unorthodox kompon jelenleg order. Amire ugye Mostennak kell reagálnia, nem fordítva. Mert ugye meg kellene más playstyle-t kell játszani. Láthatjuk abból is, hogy például Mosten skippeli a Robotics Bait, hozza már a negyedik Immortalt. És még mindig nincsen lenne a harmadik base, a hetedik percben még nem minor róla. Itt simán szerintem a play valami gyors harmadik base kellett volna lennie, és mondjuk unitozik ezerre, mondjuk valami tank, helmet, ghost kompra rá mehetett volna. Ja, és valami limittel kimenni. Ja, limittel mert... kimenni, vagy B opció, hogy védekezik, és mondjuk BC-zne, mert ugye azt láthatjuk, hogy charge-ozik, stalker alig nincsen, itt BC-be lehetne azért playeket tolni, mert van 3 Phoenix, 4 volt ugye, de BC battle mekker per BC Turtle meg kell lehetne mondjuk itt csodákat csinálni. Szóval itt rengeteg opening volt ordernak, úgyhogy nem értem, hogy itt miért így ezt a nagyon unitozás, és késő a harmadik base-t választottak. Ja, itt ugye az a baj, hogy Mosten így van, mivel delay-et a harmadik base-t, azért Mostennek sok unitja van, tehát minden két base all-in ellen nagyon jó, de viszont ha echo-ba menne a játék, akkor nagyon rosszul áll a Mosten, nagyon késői harmadikkal, és ordernek egyszerűen több unitja lenne. Hát ezt order ebben nem fog tudni beletámadni, ezt akármennyire szeretni. Hát ha lenne 3 Raven és kikapcsolná az összes immortált, még akkor is veszítene ez az army, annyira szar a Cyclone őszintén. Hát itt bele fog menni azért, csak meg akarja magyarázni nekem, hogy nem, neked nincs igazad. Phoenix-ek, lift-el. Phoenix jön hátul, felemeli a tankot, leesik a tank, minden leesik, de igen, egyszerűen ez az armor, nem igazán értem, hogy így nem lehet fightolni. Az a baj, az Immortal túl jó armort ellen. Konkrétan a Cyclone-t két hiteli majdnem. Mondjuk ez jó, mert elválasztotta most order a két arpont, bocsánat, a két immót a másik armitól. De ezt most leklireli, és ordernak körülbelül ennyi volt az egész armia, még aztán két warpin után át tud menni a mapon. Ezért volt problémás, hogy nem expert gyorsan order, mert ugye nincs pénze, kevés SCV count-on van, és gyengébb az army kompja. Ja, hogyha most már full 3B szatul lenne, sőt jönne a negyedik, szerintem nagyon jól állna order ebben. Nem nagyon jól állna. Jönne a negyedik, lenne 5 faktorin, vagy starport unit nélkül, vagy anélkül, vagy azzal. Nagyon jól állnak, de így most nem mondanám, mert ugye a Mosten két warpin után most rá fog menni. Azt mondja, a order szerint az első Ravent, ha nem veszti el, és az plusz két Matrix, akkor... Nem hiszem itt amúgy. Lehet én gondolom rosszul, vagy nekem más így a game-ra az elképzelésem per a Game Knowledge, de itt a standard makrózal és Vanilla Mac-re mészre, szerintem agyonverted volna Mostent. Zelotramba is, meg hát az jó. Hát ez GG.
Az a baj, hogy a Cyclone Heavy nagyon fragile, azzal nem lehet így fightolni Matrix-el Matrix nélkül. A Cyclone az így előző patchbe így a Phoenix Claw ellen volt jó, hogy early-be a Phoenix-eket megölted. De mivel már így nerfeltek, a Cyclone már nem annyira jó. Sokkal több esélyed lett volna szerintem egy gyors harmadik intú 5 faktori 2-2 limites átmenéssel. Mert ugye Mostent így, hogy nem tudom így mennyire scoutoltad, de így akármikor például én megkezdtem ellene, ő sorsa ment rá az ilyen gyors carrierről, inkább ezt a Arcanine Mozella kombot próbálta. Amit lehet ugye abuse-olni azzal, hogy így kihozol 15 tankot, aztán sose tud rád menni. Na de mindegy, akkor kezdjük megint a játékosok bemutatását, és akkor most már fixen nyert ugye a Dragon, nem? 4-3, úgyhogy... 4-3 az állás? Yeah. Ja, akkor még kiderülhet bármi. Ami már kiderül, de tartsuk azért az izgalmat így a közvetítésben. Így van. Hát akkor bal alsó sarokba található Order, aki Gas First-ezik ismételten. Míg jobb felső sarokban Mosten, aki elhozta az előző mapfint. Mosten szépen scoutolja így a béze körül, vagyis így a Natuját megscoutolta, de kiadott egy blind spotot. Ha odajön azért a Proxy Reaper új-új problémák lennének. Én neki felírja majd a naplójába. Ja, meg is mutattam a streamen, ki lehetett klippelni, hogy arra kell rakni. De már PS nincs benne sajnos a turnamende, úgyhogy nem tudja ezt megcsinálni. Echte oda menne, basszus. Megy le megint a prób egy percnél, úgy látszik félek kicsit Mosten ettől a Engineering Bay-től, de most már vissza lehetne küldeni azt a próbot, mert nem kéne annyit minerált bukni. Amúgy én is szeretem így leküldeni egyébként, mint Mosten, hogy őszinte legyek, mivel ja, nem nagyon van más played, mint hogy kirakd a harmadikat, hogyha nem veszed észre, úgyhogy szerintem annyit megér. Hát azért van player, ezt úgy szokták mondani, hogy akkor 2G-t ezzel blindba. Ja, jogos, így van. De ez akkor csak igazán jó nyihet protóz vagy. Mythos az más téma. Na, de ahogy nézem, Order mondta, hogy ez a kutyi hiba, és mi a jó isten, ez mi a lófasz. Már what? Bocsánat, ez, és ez fel fogja scoutolni valószínűleg. Mosten, és megy oda is a prób, ez valami véletlen valami U-Termal replay. Ó, valami ez valami PF rush, nem gondolom. Hát, mi ez? Én nem gondolnám, hát ez... de nincsen engineering bay. Ja. Hát ez gyorsabb down volt. Ki scoutol PF rush? Hát Mosten scoutol PF rush, úgy tűnik. Most amúgy hát, nem PF-re scoutolt, hanem csak scoutolt. Proxy-t scoutolt, mert ugye ezt úgy tudtad volna elhide-olni, ha mondjuk dupla gázozol, mert akkor mondjuk nem keres így, yeah. Így nem keres így a dolgokat. Szép a szörnyet. Érkezik egy robó is így gyorsba, aztántől is leshutdownolta a Reaper-t. Hát ha itt Order nem hozol, ami mirékült, én úgy mondanám, hogy amúgy ez így GG. Yeah. Ezen a szinten azért már ilyen késő rakna a második CC-t, hát, ez később amit a rag, így a minusz rags, ez olyan, mint a később, amit a rags gázzal rakná. Hát így ez, azonban, hogy innen még a Goody Turtle megkezel se tudsz visszajönni őszintén. Aztán felscoutolja, hogy van második, illetve Cyclone is. Ott Robo First. Amúgy bírom, hogy néhet tanítások már ennyire beértek, hogy minden protoss Magyarországon bármilyen furcsa dolgot lát Robo First. Mivel én is pontosan így játszom, Mosten is már így játszik. Kellett azért egy pár hónap, hogy beleverjek mindenkibe ilyen dolgot. Igen, az Ultimate Terránoknak a legnagyobb ellenfele, az összes protoss jobban játszik miatta, úgyhogy őt kövezzétek. Ugosú megkövezés. Hát de most azért be kell vanni azóta, amióta így Robo first-özik mindenki, hát Mosten nincs itt, de ma Wintert elmondhatod, hogy a quality of life az így changed. Ja, rengeteg ilyen egybéz bullshit ellen tudok defelni vele. Hát így egybéz ellen így szerintem lehetetlen kikapni ezzel, mert hogyha valami egybéz 3 raksz, akkor így leraksz egy Robo bait 35 probe-ról, bármi más ellen, meg ugye Observer plusz az Immortal.
Na, már itt megy, hogy ki mondta azt, hogy mehet a PF-rás. Közben jön egy Helion Rambai. Ja. A Helion Rambai megállt, és jön egy recall. Na most kéne visszamenni a Cyclone-nal leszedni a próbot. Ne rakjon Mosten harmadik base-t. De Order-re hazavitte, mit nem értek sajnos. Érkezik egy Cloak Banshee, de of course a Robo First miatt full visionbe. Off-call az off-server a Banshee mellett. Arra már természetesen már jönnek a batterik jönnek, illetve jön még egy Observer. Ja. Jön a Twilight Council, úgyhogy... Ja, így lehet sajnos okolni engem, ez az Order meccs, ez miattam bukott el, nem a PF Rush miatt. Illetve érkezik egy bunker, egy full wall is. Ha, őszintén szólva itt nem látom amúgy a win condition-t Ordernak, mert így nem jön semmi tech, és így van 500 gáz, 500 minerálon off-call. Ja, itt most a hatalmas előnyben van így vagy úgy, és jön tőle egy Twilight, Forge, szerintem a hasonló kompot fog hozni, mint az előző game-ben. Hát valószínűleg igen, csak így védekezik gondolom két helyen, de ahogy nézem, spotting pylont is rak, megy alulra az Observer, de így védekezik a bézek között a, mondjad már micsoda, a bench ellen, de hogy igen, jön charge plusz egy armor, ugye jól választja az upgrade-et ugye mostan, mert ugye Cyclone Lock-on az ugye armort is sebez, vagyis ugye damage-et levesz az armor, mert ugye autatakként veszi. Yeah. Charge érkezik, még plusz 4 gateway. Dupla armori érkezik Order-től és egy Banshee Speed, de még mindig nem érkezik se Factor, se Starport. Azért mondjuk, ha már ilyen mémet tolunk, ilyen PF Rush-t, akkor így már be lehetne jólózni mondjuk egy 3 Starport BC-t. Mondjuk 7-ra prób leesett, ez nem rossz amúgy, meg lehetne amúgy többet is ölni, 8. Hát ez nagyon jó, azért a két full scouted Banshee-ért. Hát ez ja. Sokkal jobb. 3 stalkerem, vagy nem, bocsánat, 5 stalkerem van mostan. Na, amúgy ebből még ki lehet hozni egy game-et őszintén, vagy kitételi a harmadikat. Lehet ilyen mémbe gondolkozni, hogyha kitékele a harmadikat, illetve lerakad a falat, meg mondjuk egy Planetary Fortress tankok mögé, azért ki lehet rakni a harmadikat megterranként. Nem lehetetlen, meg mondjuk így nem tudok pingelni, na mindegy. Ide a bunker mellé is mondjuk egy PF-et lerakni, lehet gondolkozni ilyen Tower Defense-be. Mert ugye megint mostan ugyanerre a lassú kompra megy. Ha ezt így kiabuzolja azzal, hogy egy bench-kel így megy össze-vissza, aztán rászvicsel BC-re, amúgy lehet itt még game-et hozni. Order, dupla, react. Felejtsétek már ezt a Cyclone-t, ez egy Cyclone Helion, így az új patch óta nem létezik, ezt el lehet felejteni. Egyébként mostan nagyon alacsony probe count-on operál. Nem lennék meglepve, hogy ez a Prism-mel átmenne a mapon. Hogy őszinteljek, még nincs negyedik base sem. Hát ja, azt mondom, át fog menni. Vagy? Hát rak le negyedik base-t. Hát mondjuk ide nem tud betámadni mostan azért szerintem. Hát azért ne felejtsük el, hogy most Order unsiegelni fog, szerintem 100 milliárd százalék és abba fog szörnyet halni. Oh, hát, ahogy mondtam. Az unsiege, hát azt nem hiszem el. És ahogy mondtam, jaj, még SCV is van! Hát ez jó, hát tipikus, így van. Ez, igen, ez a Terran gameplay. Mostantól jönni fog egy Warpin, még ide fentre is be is fog menni. Ó, és... Hopp, Unsigella volt, puff, minden. Hát ez eléggé szomorú. Pedig amúgy végre már viszonylag egész jó helyzetben volt Order. Hát történt az unlucky dolog. Unsigelt a legjobb helyzetben, és GG. Hát ja, ez GG. Ez, ja, ez giga F, mikor ez történik a Terrannak. Ez a legrosszabb szenárió gyakorlatilag. Mert pont mire felsigelt, már rajt volt az összes charge-ot a tankokon. És GG kis lépett. Na, amit kérdezni akartam, hogyha 4-4-ezik amúgy a Vultúr, akkor amúgy kiesik a... akkor az Arbiter esik ki? Nem. Nem? Akkor ha itt megnyerőd 3-ra, akkor esik ki.
Most így utólag, akkor nem az Arbiter, hanem szerintem a Dragoon esett volna ki. Jelen az Arbiter, azt akarom mondani, hogy a Dragoon esett volna ki 4-4-nél, mert 5-3-nál esik ki. Ja, tehát hogyha a Vultur nyert volna 5-3-ra, akkor a Vultur, szerintem a Vultur megy tovább, és a Dragoon esik ki, így van. Sőt, nem is szerintem, hanem biztosan. Emlékszem, hogy ez volt a kondíció, úgyhogy nem múlott sokon, hogy őszinték legyünk. De ja, 5-3-ra a Dragoon nyert, úgyhogy ezért ők mentek tovább. Update-elem is itt megint a score-t, és akkor még lesz egy összefoglalónk Defiler Arbiter meccsekről, úgyhogy mindjárt azt is benyomjuk, GG. Hát amúgy azt is toltad, hogy osztasz egy streamet amúgy Discordon, és akkor élőbe tudom nézni. De nem tudom, mert ez az izém, vagy várjál? Lehet, hogy tudok osztani valahogy, mindjárt megnézem. És akkor tudom. Ja, hát van úgy a, mondjad már, ott van a kamera ikon mellett ez a share your screen, és akkor azt hiszem a screen egyet tudod share-elni, vagy capture device. Ja, megnézem. Lehet, hogy tudom share-elni. És update-em gyorsan az eredményt. Úgy, világ update-et, így van. Hát akkor ez volt ez a game, és akkor megnézem, hogy tudok-e share-elni, így van. És akkor kicsit dumálunk erről a game-ről is még. Jaj. Jó buildeket Nation League-re tartogatom, így is kell. Te nem visszavonultál, már ne haragudj. Látod. Mert azért miattad... Azért basszad meg magad azért, már ne haragudj, hogy egy kicsit azért okoztál nekem egy fejfájást egy délután, hogy most keressek playert, vagy ne. Na mindegy, na majd arra majd visszatérünk HPS végén. Na látod a... Igen, látom a képernyőt. Oké. Okay. Megosztottam az OBS-emet, úgyhogy és azt fogod látni. És akkor be is nyomom, tehát Arbiter Highlights, Arbiter és Defiler Highlights, hogyha megtalálom azt a színt. Úgy. Na, és akkor elvileg indulunk is. Ahogy nézem, szitás Hunyadi. Yeah. Hát ahogy nézem, a Hunyadi tolt egy proxy 4 raxot. Yeah. Amikor eléggé későn kezdett el indulni, mert már spine-ok készültek. Szerintem itt, hogyha hamarabb megy el, és ahogy nézem, igen, már is készültek. Ja, hát ez már innentől eléggé lost, így mondjuk ebből kiindul ilyen kevés time alatt, szerintem SCV pull-al tudott volna valamit kezdeni. Ja, gyakorlatilag ez egy nagyon rövid game volt. Game 2-ben, azt hitte, jaj ne, meghalt a Reaper. Ez egy elég greedy. Elég greedy opener volt itt, Hunyaditól. Jó, hát leesik egy... Úram, atyám, mennyi zerg unit. És akkor ilyen turtle-be ment, tehát 10 percig nem történt semmi, és akkor átment ilyen turtle-be a game, és akkor... Ah, de a supplier-ra ránézve sajnos kiszedett egy CC-szitás. Már viperek is vannak. Mondjuk vannak rá vikingek, én meg hiszek ebbe, hogy Egervára nem fog elesni. De rengeteg abduct érkezik. Hát igen, sajnos erre nincsen elég viking, az a van satolna, illetve ghost sincsen. Broodlordok vannak, viszont rengeteg a Thor, Viper is van viszont, azon a blinding cloudok hatalmasat segítenek, a blinding cloudok kimennek a tankokra, nem tudnak lőni, össze-vissza mennek a Thorok, Levi kedvenc unitja, ami leclear-elt amúgy a Broodlordot. És most ez az army le is van clear-elve, de valami jön a minimapon, azt látom, úgy látszik lingek. Arra viszont nincsen elég helvetje Hunyadinak. Remaxol. A lingek hátulra jönnek, leszedik az összes tankot, és Hunyadi így lehet el fog fogyni. Mert a helvetek is a nem tudom mit, a Quint azt hiszem, nem, nincs benne a kamerába. Hát fel lett clear-elve, és már lurkerek is vannak. Ajjajjaj. Hát ez... Makró game volt. Ja. De így Hunyadi gyakorlatilag 4 base-nél többet sosem tudott rakni, mert ugye 20x percnél vagyunk, úgyhogy nem volt sok ekója. Na, de mondjuk Army Supply egész jó, de hogy nézem, Bailing Run by, Lurker Run by, elesik a base.
Hát ja, 33 SCV, és megint érkeznek a Viper Blinding Cloudok. 100 Link, érkezik még egy Mule is javítani, az nem Manem Mule. Hát elfogyott Hunyadi, mert a... Ah, itt össze-vissza voltak a unitok. Na, ahogy nézem, Alpha Fire és Mauzi. Igen, maradunk a Mac-nél. Elég szép a mikrója Alpha Fire-nek. És 11 drón halt meg, ahogy nézem, bal oldalt. Még több meghal, vagy... Nem. Megköbben ennyie. Hát, megint meghalt két drón, hát eddig 13 drón elesett, és nincsen Alpha Fire-nek Blue Flame-je, amit észrevettem, érkezik a Linkbane, gurulnak a golyók, ami meghalt az összes. Nagyon jó armia van Alpha Fire-nek is, csak hát nincsen se caster unit, Helbetek nagyon elől vannak, érkeznek a Blinding Cloudok, de... Szörnyet halt minden, és kigégézik innen. Dupla BC, ez gondolom dupla port BC volt, igen, ismételtem a Fire-től. Kiszedi vajon a Spire-t, ki fogja szedni? Nem. Kiszedte, de viszont már 8 kuroktor érkezik, szóval ez a két BC, ez nem lesz hosszú életű, én úgy mondanám. Ja, ezek itt meghalnak. Nagyon jó a BC, jó a BC unit nagyon. Ja. Azt tudni kell, hogy PSA-dának a rémálom. Hatalmas Link Bane atakokat. Uramatyám, egy hatalmas nagy Bailing Run by, de ezzel meg kéne ölni a CC-t, nem, ezzel most nem... Jaj. Hát ez viszont így nem feltétlen érte meg Mauzinak. Megint értett egy nagy Bailing Run by, amivel egy másodpercig így afkol, de így is megöl az összes SCV-t. 24 SCV, 29, 34 SCV esett el. És jött még egy round. Még egy round, amivel de itt nézem amúgy egy hatalmasan nagy bankja Mauzinak, és nagyon sok a BC. Hát itt Infestor korruptorozni kéne Mauzinak, Mass Korruptorra próbálja, de ugye az upgrade-jei nem túl jók, ahogy nézem, plusz egy korruptor, a plusz egy korruptor ellen. BC-k fájtolnak, és leszették az összes BC a korruptort. Ja, közben Mauzi jött folyamatosan. Ja, így van, nagy base trade volt a meccsbe. Az Alpha Fire-nak nem volt semmije. Hát Alpha Fire gondolom csak reptet egy CC-t valahol, nehogy meghalljon. Érkezik egy BC teleport. Leszedik a korruptor. Hát a korruptorokon nincsen jó upgrade, itt az a probléma. Nagyon jó az upgrade-je Alpha Fire-nek. Hát itt leesik minden. És ezt valahogy így visszakámbe kell Alpha Fire. Hát ez a gyerek, ez elképesztő őszintén, nagyon szereti ezt a Battle Cruiser-t. Nagyon szeret BC-zni. Jumpolgat jobbra-balra, az is egy nagyon szép jumpol. Itt jelenleg szerintem nincs is unitja amúgy Mauzinak, vagy van? Nem nagyon. Ja, megnézzük 16 Army Supply, de az szerintem ilyen a Link Bane-ben van. Érkezik 66 drab Link, de hova érkezik? Egy Orbital Command van, de az hol? Az valahol bújtatva van? Ott van len, ja. Ja. Hát azt, ha megtalálja amúgy őszintén, szóval azzal a Bane-ingekkel, amúgy vége lehet a meccsnek. Ja, Mauzin annyi volt a célja, hogy itt futkározott jobbra-balra. És itt meg is találja ugye azt az utolsó CC-t, tehát ennyi maradt a base trail után Alpha Fire, és már ég az a CC, Alpha Fire fellifteli, majd, majd Mauzi befut a mainbe, és megint lerakja Alpha Fire, és Mule-lal elkezdi javítani. Megjavítja? Mondj, új, nem figyel Mauzi, elég lesz az. Mindig ég az a CC. Hát ezt szerintem el is fog égni. Hát az nem elég, igen. Hát elkészült viszont Mauzinak a dupla Spire-je. Azon felül korruptorok is vannak, és Spore erdő. Hát ezt nem tudom, hogy tudná megnyerni amúgy Alpha Fire. Ja, de itt valahogy mindig Mule-lal ki riperelte azt a CC-t folyamatosan, és Mauzi elég sokat hantolta, itt már 30 perc megy majdnem a game, és Mauzi egyszer úgy, Alpha Fire egyszer csak úgy gondolta, hogy elindul azok a BC-kkel, és lesz itt a Mauzi utolsó BZ-t, szóval abszolút
Ú, de szedi a CC-t, ja, szedi a CC-t most már Uzi, most mi lesz, visszaportol? Hup! Hát a dupla Yamato arra, kéder a korruptorra. Hát ez egészen bámulatos, hogy ez... Ja, és itt vége. Ja, és vége. Ja, ja. És egészen bámulatos. Hopp, ahogy nézem, Milka Cheeseburger, Cheeseburger trademark, érkezik a DT, de már van rá Observer is. Gondolom Cannon Rush volt. Hú, és Milka megérkezik egy két base robó Charlotte Immo Army-val, és elfogy a elfogy Cheeseburger itt szerintem, csak attak Army az 50 Army supply ellen. Ez a Milka trademark all-in volt. Ja, érkezik a Cannon Rush. Vagy az érkezett? Aha. Ja, csak Milka ezt nagyon simán megfogta pylonokat. Nagyon simán shutdown volta. És akkor jött a szokásos PvP Mirror Dark Shrine. De már ahogy nézem, Milkának van egy Cannon a Mineral Line-ájában, de Antóniának is van, úgyhogy whatever, PvP. Ú, viszont ahogy nézem, Antónia már előre nézte a GSL-t, mert neki is vannak kolosszusai, amik egész jól működnek. Antónia játszott bocsánat, Hero helyett. Egy van. Ugye Antónia itt már pusholt rengeteg kolóval. Szóval amúgy egész jó az Army amúgy Antóniának. Uh-huh. Az Arkonok nagyon sokat tankolnak, azért a Disru elég scary szerintem. Ja, hát hogyha bekapja az összes diszúsatot, akkor of course ez az Army szar, de szerintem ide kellett volna, hát ahogy nézem, itt elfogy a koló, de ha itt van elég Stalker meg Zelot tankolni, szerintem egész jó. Ja, itt, Fleet Bacon jön, ahogy nézem, Milkától carrierezni szeretne, és így próbálja Antónia beütni. 18 Army Supply van jelenleg Milkának. Az overcharge túl jó volt, hogyha azzal megfogta egyébként ezt az attackot nagy nehezen, és utána ment tovább a game, mindenki visszaexpelt. És... ja, ahogy úgy látod, itt már... Carrier jön! Yeah. Ez eléggé high level PvP, ilyet szerintem még én nem toltam egész Protoss karrierem során. Csak Milkánk, ha megnézzük itt az unitokat, 16 carrier, hát Antóni 8-10 carrier, és még a Stormokkal se tudta levinni. Hát nem, ez sajnos, és vége. Ott akkor kezdődik, ó, posztjút, ó, befutottak a lingek. Scoutolják a Phoenix-et, ugye itt valamilyen tricky play-t akartam csinálni, a másik nincs a Protossnak ezen a mapon. Úgyhogy valami meglepőt, és ugye Phoenix-ba átmentem Glaive-re, de a Freeman-nek meg volt a defje hozzá. Úr jó a def, ugye a Rócsok, meg a Queen-nek, meg Spore is van, viszont a Shade átmegy, és mennyi worker-t fog megölni? Hát 9 worker, ja hát ez nem az, amire a Protoss gondolkozik, 11, hát itt minimum egy háromszorosa kéne, hogy game-ben maradjon a Protoss. Szépen kivárt Freeman ebben a game-ben, nagyon sokáig drónozott, és akkor lényeg a Glaive lett, elfogyott, és Freeman megnyomta a High Dragon-ot, és átsétált a mapon. És a Protossnak itt semmilyen nincs gyakorlatilag, se Phoenix. Hát, sajnos nem volt semmi. Se Adept, úgyhogy itt ennyi volt ez a game. Ups, itt valamiért pörgettem a replayt valamiért, de oké. Okay. Game 2 nagyon lassan kezdődött, 9 percről van az első jelenet. Semmi nem történt. De szép volt a Bailing befogás. Ú, érkezik nagyon sok az immó, hatalmas surround. Ú, a Viper, hát így viszont sajnos meg fog halni az összes immó, meg még így grebeli az immókat, amivel ugye Freeman azt érje el, hogy az ultrái azok tudnak működni. Hiába jók Storm, de ahogy nézem, itt hatalmas Freeman Army itt van, és le fogja szedni itt Winternek a negyedik bézét. Aja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 j
Hunter, ultrák, túl erősek ezen az army comp ellen. Storm is jön, de az olyan, mint a csiklandozna az ultraliszkeket. Köbe. Érkezik egy counter attack a map túloldalán, de már Broodlord is jön. Ez a base, ez le fog esni. Már ahogy nézem, Broodlordból több is van, 5-6. Viper-t le lesz szedve, le lesz feedve kell, de kitol azért meg két Blinding Cloudot azért halála után is, of course.
a Broodlord Ultra Army ellen, hát sajnos sok unitja nincsen Winternek, kevés a Blinkstalker, illetve Arcon Immobile sincsen túl sok, érkeznek Stormok, leszedik a Link Bane-t, ezt az Army-t már viszont meg lehet fájtani, úgy, ahogy nézem, felüljön a óriási Broodlord Army, és Winter elfogy. Hoppa, és vége. Ennyi volt, úgyhogy ez a meccs pedig 6-2 lett az Arbiter csapatnak. Úgyhogy, ja, kis nyomom akkor streamet. Ja, úgyhogy ez volt a kis összefoglaló ezekről a meccsekről. Úgyhogy, ja, amit már kiraktam, hogy a végső tabellánkat, azt ugye kedden is kiraktam. Illetve, akkor megmutatom a playoffot is. Tehát a Defiler lesz a Grand Finalbe, Firebat második lett, úgyhogy semi. És akkor Quarterfinal Dragon Arbiter most vasárnap. És akkor egy dolgunk van hátra, ami pedig az awardok, amikre lehetett szavazni azoknak, azokat összesítem gyorsan. Így nem fogom megadni, hogy kinek pontosan hány szavazata lett, de így megmondom, hogy mondjuk kik voltak az első két helyen, vagy hol volt szoros meccs, szoros... szoros csata a szavazásért, úgyhogy most a szavazást le is zárom, válaszok fogadása nincs tovább, úgyhogy ez lezárult. No, és akkor most csak így fel fogom olvasni, de aztán mindjárt Discordra is kirakom a végeredményeket. Tehát ugye volt az egyik awardunk, az a legtöbb group stage tier 1-es győzelemért, azt ugye Freeman nyerte, úgyhogy az $10. Azért gratulálunk neki. Majd kapni fog a második, harmadik, illetve a negyedik tierből is a legtöbbet nyerő játékos, de arra egy kis pontos külön matematika van, hogy az a verseny végén lesz, és olyan playerek kell, akik legalább olyan tírűek, vagy magasabb tírűek, tehát mindegyikből, tier 4-ből, 3-ból, 2-ből is. Ezt a felajánlónk így szerette volna felajánlani, hogy pontosan ez a kritériummal legyen. Úgyhogy az nem szavazás lesz, de lényeg, hogy a tier 4, tier 3, tier 2-nél is lesz még ilyen. No, oké, akkor kezdem a... Kíváncsi vagyok amúgy a tippekre is, így a chatbe beírhatjátok, aki még itt van. Ugye ki lett a verseny felfedezettje. Elég szoros volt, elég sok játékosra érkezett szavazat. De a második hely... a második hely lett PSA-bel. Csak egyetlen egy szavazattal maradt el, sajnos. A győztesünktől, aki nem más, mint Alpha Fire, így van sajt, helyesen tudja. Hát gratulál Alpha Fire-nek, aki ez $10 nyerő, a legjobb új HPS playerről nyerte ezt az awardot. Gratulálunk neki. Gratula. Legjobb csapatkapitány, hát ez volt a legegyértelműbb, azt kell, hogy mondjam, az egész, az összes szavazásból. Ezt nagyon magasan Nihed nyert, 80%-os. És szerintem nagyon megérdemelten is, hogy őszinte legyek, meg úgy tűnik, hogy mindenki más tudta is, hogy Nihed azért elég sok effortot rakott bele a csapatjába. Csoportkör MVP, ugye itt volt Alpha Fire, Freeman, Nihed, Sajt, Szitás, Tutyi és Tordrop, akik a jelöltek voltak. Hát innen gyakorlatilag szerintem mindenki megérdemelte volna. Tehát, valóban. Ugye, ja. De, és mindenki kapott szavazatot a játékosok közül. Ez volt a legszorosabb kategória. Annyit mondok, hogy harmadik helyen Holt versenyben Alpha Fire, Tordrop és Tutyi. Wow! Második helyen Nihed, és első helyen végül megint csak egyetlen egy extra szavazattal Nihed előtt Freeman nyerte a csoportkör MVP-t, úgyhogy gratulálunk neki ezért is. Ugye itt eddig mindenkinek $10 nyeremény, tehát ugyanúgy Nihed is $10 a csapatkapitányért, és Freeman is $10 az MVP-ért. Úgyhogy GG, majd lesz egy Playoffs MVP szavazás is a legvégén. A legszórakoztatóbb meccsek a csoportkörben.
itt csak néhány játékos volt, aki több szavazatot is kapott. Közülük például Nihed is több szavazatot kapott, de nem Nihed nyerte, hanem Antónia nyerte ezt. Úgyhogy gratulálunk neki. Ja, ugye sokszor Jaggero, Kanorasser, meg nem tudom így úgy, de úgy tűnik, hogy több játékos is élvezi Antónia meccseit nézni. Alpha Fire lett itt a második egyébként ebben a kategóriában, tényleg ez a meccs a Mongzival is, ezt kicsit sajnáltam is, hogy nem volt élőben a streamen. Meg ugye a Bali elleni meccse is nagyon fan volt, de Antóniára szavaztak a legtöbben. És ennyi volt a mostani szavazás, majd a verseny végén lesz ugye még jó pár kategóriával. Ez csak így a csoportkörökre vonatkozott. Tehát lényeg győzteseink a legjobb új HPS player Rapfire, legjobb csapatkapitány Nihed, az MVP Freeman és Cheezer-Gör pedig a legszórakoztatóbb meccsek a csoportkör után. Úgyhogy gratulál nekik, ez mint 10 dollárt ért. Ennyi igazából a mai stream. Remélem, hogy fun volt. Ezeket kirakom DC-re, úgyhogy akkor vasárnap találkozunk egy jó kis meccsel, amit most be is dobok ide, hogyha megtalálom. Így van. Tehát vasárnap Dragoon vs. Arbiter. Jaj, valamiért a játékosok neveit kitöröltem? Nem töröltem ki, csak rossz szín van. Bocsánat. Tehát vasárnap Sajt vs. Hunyadi meccsel kezdünk, Best of Two. Ez már playoff meccs. Úgyhogy 6-kor kezdünk, akkor találkozunk legközelebb. Úgyhogy addig is mindenkinek köszönöm a figyelmet, további szép estét kívánok, és see you! Sziasztok! Bébé! Kinyomtad?
Thank you.